A piroska és a farkas óvodáskorúaknak szóló logikai játék, amelyben piroskát és olykor a farkast is el kell jutatni a nagymama házához. A doboz tartalmaz magyar játékleírás, egy feladványfüzetet, egy játéktáblát, egy házat, 5 utat, egy piroskát, egy farkast, 3 fát és egy mesekönyvet. A mesekönyv piroska és a farkas történetét mutatja be, kizárólag képek segítségével. A feladványoknak 2 fajtájuk van, az egyikben csak piroskát kell eljutatni a nagymama házához, másikban pedig piroskát és a farkast is. Azokban a feladványokban, amelyekben csak piroskát kell eljutatni a nagymama házához, a feladványfüzetnek ebben a felében találhatjuk, ezeknél nem lesz szükség a farkas figurára. A feladványokhoz fel kell rakni a táblára piroskát, a fákat és a házat. A háznál fontos, hogy a kémény elhelyezkedését figyelembe vegyük, ugyanis a háznak 3 oldalán bejárat, egy oldalán pedig ablak látható, az útvonalak pedig mindig ajtóhoz kell, hogy vezessenek. A feladványban látható elemeket a feladvány megoldása során nem lehet elmozdítani, és ebből az 5 útvonalból kell kiválasztani, hogy melynek a segítségével fog eljutni piroska a nagymama házához. Bár a feladvány alján szerepelnek azok a virágok, amelyek a megoldáshoz szükséges útvonalakon is rajta vannak, ezt ne áruljuk el annak, aki a feladatot megoldja, várjuk meg, hogy ezt magától fedezze fel. Ennek a feladványnak tehát ez a megoldása. Néhány feladványban nincs szükség minden fára, ezeket tegyük félre addig. Ez már egy kicsit nehezebb feladvány, mire eddig eljutnak a gyerekek, jó eséllyel tudni fogják már, hogy itt lent segítenek ezek a virágok, tehát ennek a feladványnak a megoldásához 3 útlapkára lesz szükség, a rózsaszínre, a kékre és a sárgára. A megoldás pedig így néz ki. 24 ilyen feladvány van, és ezek 4 nehézségi kategóriában vannak sorolva. Minden kategória 6 feladványt tartalmaz. A legkönnyebb feladványok a zöld jelölésűek, a feladványok hátulján mindig megtalálhatók a megoldások. A következő nehézségi szint a sárga, ezután a piros feladványok következnek. A legnehezebbek pedig a lilák. A feladványfüzet másik felében találhatók a farkasos feladványok. Ezeken mindig ott van a farkas is. Itt különösen fontos lesz a kéménynek az elhelyezkedése, hiszen a háznak 2 különböző bejáratához kell eljutatni piroskát és a farkast. Ezek közül a legkönnyebb feladvány így néz ki, a megoldása pedig ez. Itt a virágokon kívül van még egy pici segítség, ugyanis a farkas útvonala mindig rövidebb, mint piroskáé, hiszen a mese szerint is a farkas ért oda előbb a nagymama házához. De ezt a szabályszerűséget se fogalmazzuk meg előre, érdemes megvárni, hogy ez a feladatok megoldása során fogalmazódjon meg. Ez egy kicsit nehezebb feladvány, itt piroska és a farkas pont találkoztak az erdőben, és a farkas sikeresen meggyőzte piroskát, hogy a hosszabb úton menjen, és közben szedjen virágot a nagymamájának, közben pedig a farkas a rövidebb úton előbb odaért a nagymama házához. A megoldás pedig a következőképpen néz ki. A farkasos feladványokból is 24 darab van, ugyanúgy 4 nehézségi kategóriában vannak sorolva, és minden kategória 6 feladványt tartalmaz. A zöld a legkönnyebb, ezután a sárga feladványok következnek, majd a pirosak, végül pedig a legnehezebbek, a lilák. A piroska és a farkas egy nagyszerű logikai játék. A dobozban található mesekönyv illusztrációi nagyon kedves stílusúak, a különböző típusú feladványok pedig megfelelő változatosságot biztosítanak. A megoldások során bőven van felfedezni és tanulni való. Piroska, no meg a farkas játékosan gondolkodtat.